Tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat és a kedves nézőket, Háttérkép Bogárral, Borossa, sziasztok! Hello, sziasztok. 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 sziasztok! A mai adás gerince az a NATO lesz, aminek nyilvánvaló oka a jelen pillanat, amikor egyre inkább úgy néz ki, hogy ez a katonai szövetség mint hogyha végképp elvesztette volna józan ítélő képességét. A verebek kardot rántottak, és most már egyre többen nyíltan azzal fenyegetőznek, hogy katonai segítséget a fegyvereken és a pénzügyi támogatáson túl katonai segítséget küldenek Ukrán területre, ami azt gondolom, hogy a harmadik világháború előszobája, hanem a nappalia. Ezt majd ti elmondjátok. De egy kicsit lépjünk vissza, vagy próbáljuk megérteni, egyáltalán, hogy hogy jutottunk ide. Mondjuk abból az egyszerű tényből kiindulva, hogy amíg a hidegháború volt, ugye a második világháborút követően, 40 éven keresztül, és a világ ketté volt osztva, meg Európa pláne ketté volt osztva, a két nagy tömbre, és a két nagy ideológiai társadalmi berendezkedés szerint szétváló tömb, az két nagy katonai tömbbe is tömörült. NATO, Varsói szerződés. Ronald Reagan megnyeri a hidegháborút, ő nyerte meg, és vele az Egyesült Államok és a Nyugat, a Szovjetunió felbomlik, a Szovjet Birodalom felbomlik, a Varsói Szerződés megszűnik, és ehhez képest a NATO, amelyik egy, ugye, egy kölcsönös védelemre Szerveződött katonai szövetség. Ugye a doktrinája azt mondja ki, hogy ha bármely NATO tagot támadás ér, abban az esetben az összes többi NATO tag köteles a megtámadott védelmére sietni. Megszűnik a Varsói Szerződés, amióta a hidegháborúnak vége és amióta a Varsói Szerződés megszűnt, azóta a NATO a világban nem egy és nem kettő. Persze most itt rosszul fogalmazok vagy csúsztatok, hiszen nem a NATO, hanem különböző NATO tagállamok a világban számos nem egy, nem kettő fegyveres támadást hajtottak végre, támadtak meg különböző országokat, Afganisztán, Szíria, Jugoszlávia, hogy csak itt a utóbbi néhányra utaljak. És mindezzel párhuzamosan az eredetileg 12 tagállamból álló NATO, ma már 36, 32, 32 tagállamot számlál, és folyamatosan retteg meg tudná nekem valami... És védekezik, mert ugye védelmi rohadtul, rohadtul, védekezik, meg tudnátok nekem magyarázni, hogy mégis ki a te hogy tökömtől félünk ennyire? <laughs> Először is egy, egy, ilyen vicces felütés, megpróbálom becsomagolni, ez egy meglehetősen rustikus vicc vidéken keletkezett, illetőt vádolják ezzel, azzal, amazzal, és akkor miután nem állnak, meg sumi az egész, ugye, azt mondják neki, figyelj ide, te nem a kutba piszkítottál, csak a kávájára. De hogy beleesett, hát az neked semmi között, ugye. De, na most ezen túl, ugye, ezen túl azért azt kell tudni, vagy érdemes, és megint a történelmet hívom ide, hogy a nyugat, akkor mi, mi, a baj a nyugatnak? Nyugat érdekes módon használta Olaszországot, ha saját rendszerén belül konkurensre talált, volt ez Napóleon, volt ez harmadik Birodalom, akkor mindig az oroszokat hívta segítségül, hogy gyűrjék le, az orosz neki gyűrte magát, jött egy bazi nagy hadseregge, oszt párizsik hajtotta a franciákat, ott ült három évig, jaj, ez azóta is nagyon nyomja a lelküket, ugye, majd Hitler perlékergette, kitűzték a reisztágra a vereszászlót, Sarló Kalapácsa, oszt ennyi. Tehát ettől az el, ettől a, hogy mondjam, fóbiától nem tudnak szabadulni, és mindig úgy gondolják, néha nem alaptalom, ez Talinnak azért voltak ilyen dolgai, hogy ezek aztán fogják magukat, megint leszaladnak az Atlanti óceánig. Valószínűleg ez a zsigerbe beágyazott több generáción keresztül életbe tartott, a médiában súlykolt, az oktatási rendszerben súlykolt, egyébként jó részt mesterség és ellentét, mert ha jól megnézzük, azért Oroszország is egy keresztény állam. Ha jól megnézzük, valaha a nyugat is egy kereszténység, sőt a fellegvára volt, Hát ugye ezt életbe lehet tartani, és akkor hát úgymond mi nagyon-nagyon be vagyunk így indulva, és nagyon-nagyon félünk attól, hogy az oroszok jönnek, és Hát a, 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 második világháború is azért megint ők adták a főerőt, hát igen, igen, akkor csináljunk valamit, mindjárt az elején el is kezdték. Sárd akinek meg is lett a jutalma, ezt többször érintettük azért, mert hát a elmúlt, tehát a második világháború óta talán ő volt az egyetlen olyan európai államférfi, aki nevén merte nevezni a dolgokat. Mindjárt érdemes hozzátenni, hogy meg is kapta a jutalmát mindezért. Ő fogalmazott úgy, hogy Európa az az Atlanti óceántól az urálig tart pont, ami geográfiailag egyébként teljes mértékben hibáslan. helytá, így van hibáslan. Ma is a földrajzosok úgy tartják de ő nem csak geográfiailag, hanem természetesen, és főként nem, tehát ez egy metafora volt, hogy politikai értelemben véve nincs fontosabb annál, hogy Európa végre hosszú távú, tehát mondjuk legalább száz éves, mint amilyen a Westfáliai béke, sőt az majdnem 150 év, aztán a Szent Szövetség rendszere, ami pont egy évszázad, tehát hogy ezt a 60-as évek végén fogalmazta meg, hogy hogy, hogy, szüksége van, pedig akkor még híre sem volt nyilván azoknak a változásoknak, de azért ő valószínű 68-ból hát kénytelen volt nagyon sokat tanulni, vagy abból az afférből, amit, amit elmondtunk, tehát hogy ő az egyetlen, aki ennek hangot is adott, ez nem azt jelenti, hogy Nyugat-Európa politikai uralmi struktúrái ne látták volna ezt az összefüggést, mert ha nem látták volna, akkor nem alakulhatott volna ki az a Hát legalább 34 évig, mondjuk 1990-től 2014-ig tartó, eh, bocsánat, ez csak 24 év, ugye, ha jól szállnézést, így nem? van. Jó, de akkor is negyed század. A generáció tehát, csak tehát negyed századon keresztül a kölcsönös előnyökre épülő együttműködés jellemezte Németország és Oroszország, pedig azért jó néhány történelmi sebet okoztak egymásnak, és érdekes módon mégis teljesen békés. Hát ez elsősorban Kohl kancellár, és azért mondjuk ki Merkel kancellárasszony nevéhez fűződik, tehát egy negyed századon keresztül kiderült, hogy ha Oroszország stratégiai biztonsági igényeit legalább egy bizonyos szintig tiszteletben tartja a nyugat úgy általában, vagy akkor Nyugat-Európa, akkor Oroszországnak összességében miért lennének agresszív szándékai Európa úgymond elfoglalását illetően? Tegyük mindjárt hozzá, hogy Napoleon és Hitler esetében azért nem Oroszország volt a kezdeményezője ennek. Hogy mit gondoltak az orosz elitek, az egy más kérdés, de ezeket a konfliktusokat nem Oroszország kezdeményezte, és az, hogy sőt, hát tegyük a, a, hát hozzá, persze. mind Sándor cár, mind később Hitler, hát kvázi ölegették egymást. Persze, tehát a, a, egy ott darab. is volt egy kísérlet, tehát nyilván a Molotov-Ribbentrop Paktum másfél évig körülbelül azért nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy valami békés egyességet köt egymással a két birodalom, mint ahogy egyébként az Árbát elnevezés, ugye Moszkva egyik negyede, ami a német Árbát szóból ered, vagy az, hogy a papírírószert oroszul buchgaltjeriának hívnak, vagyis buchhalter, tehát a könyvelő, a könyvelő német nevét vette. Ezek mind arra utalnak, hogy a tőke, a tőkés, és még a munkás is, tehát a szakmunkás tudás is mind német évszázadokon keresztül német volt. Meg arra század... utalnak, hogy papírt nem nem nagyon kellett az egymással szembeni ügyekbe Oroszországon belül, csak a Buchgaltyár a könyvelő használt papírt, Persze. kérlek szépen. Igen, neki le kellett írni a számokat. De nyilván. így egymással megállapodtak, az betartották a Ezek az, az érdekességek azt jelzik, hogy valójában történelmileg nem volt igazán akadálya annak, hogy a Európát, Nyugat-Európát meghatározó és megtestesítő német birodalom és az orosz birodalom között hosszú távra szóló, kölcsönös előnyökön nyugvó békerendszer, tehát egyesség jöjjön létre, és a jelek szerint a, egy kiemelkedő francia vezető is. Na most akkor a, a német és a francia birodalom is hajla, kimutatta hajlandóságát arra, hogy Oroszország stratégiai biztonsági igényeit legalább egy bizonyos szintig tiszteletben tartsa, és Oroszország meg kimutatta, hát Gorbacsov, mint jelenség csak azért jelenhetett meg a világhatalmi rendszerben, ott a 80-as években, mert mert hát képes volt a gyakorlatban is, nem kisebb régen érdek, vagy mint, az, mint azt, amit, amit, lelki, erkölcsi, szellemi értelembe véve is értéként alkotott Ronald Reagan elnök, de azért ahhoz kellett egy Gorbacsov is, hogy, hogy, ez olyan békés véget érjen, amit egyébként még azt megelőzően sem nagyon jósolt senki. Tehát mindenki azt gondolta, hogy ennél sokkal súlyosabb konfliktusokkal múlik majd ki a Szovjetunió vagy a orosz birodalom. Tehát a NATO-ra visszatérve, valamilyen értelemben egyébként ez kétszer is elhangzott, mert maga Stalin is, és nem biztos, hogy csak merő cinizmusból, hanem egyszerűen világstratégia érdekből Stalin is tette egy javaslatot arra, hogy ha a NATO védelmi szövetség, akkor a Szovjetunió is kéri a felvételét a NATO-ba. Gorbacsov is megismételte ezt valamilyen értelemben, és, mind, és Putyin megtudt. is megtelt. Tulajdonképpen, is, hogy akárhogy is nézzük, tehát három orosz, szovjet orosz vezető is mutatott hajlandóságot a nyugat, ha valóban jó szándékú és jó hiszemű lett volna a nyugat, akkor szaván fogja. És azt mondja, hogy be, én örülök a legjobban. Hát a, akkor ez azt jelenti, persze, gyertek, az azt jelenti, mint ahogy Német-francia kibékülés is megtörtént, pedig kb. 80 millió halálos áldozata volt évszázadokon keresztül a, a német-francia összecsapásoknak. Tehát a NATO-nak legalább háromszor lett volna lehetősége arra, hogy ez a, ez a konfliktus tömeg, ami ma kialakult, ez ne legyen ilyen súlyos, az egész világot fenyegető, de, és akkor ezzel fejezném be, a NATO nem egy... Na, tehát akkor nem így kezdeném a mondatot, hogy mi nem, hanem mi a NATO. A, tulajdonképpen az amerikai birodalom katonai ütőereje, amit európai, tehát nyugat, illetve hát kelet Európában is, tehát egész Európát, Európába csomagolt. Tehát valójában az Európába csomagolt, de az amerikai birodalom katonai ütőereje. És ha az amerikai birodalom destruktív célokat régen idejében nem destruktív cél, mert még utána is az idősebb bós, tehát ott azért volt az, az amerikai birodalmi uralmi struktúra, Hajlandósága hajlandóság arra, hogy ne destruktív célokat kövessen ma, és különösen 2014 óta, mondjuk egy Victoria Nolan személyében a lehető legpusztítóbb formában jelenik meg az amerikai birodalom leggátlástalanabb, legcénikusabb, és sajnos leginkább destruktív szárnya. Jó. Akkor engedjétek meg nekem még egy kicsit, hogy <kül> időzzek itt el az elmúlt évtizedeknél. És remélem, hogy sikerül tényleg kifejezetten tényszerűnek maradnom. Ugye az amerikai Egyesült Államok, és még a szovjet időkben vagyunk, mikor a Szovjetunió megszállja, vagy megpróbálja megszállni Afganisztánt, az amerikai Egyesült Államok felfegyverzi a szovjet agresszorral szemben Afganisztánban a tálibokat, a talibánt, hogy ők akik egyébként akkor egy szabadságharcot vívnak a szovjetekkel szemben, ne legyenek védtelenek. Majd megtörténik, ami megtörténik, felbomlik a két világ, rend, megszűnik a hidegháború, megszűnik a varsói szerződés, és ez a talibán, a tálibok aztán elkövetik talán a utóbbi nem tudom hány évtized brutálisabb terror támadását, legalábbis ez a mai tudásunk, az Egyesült Államok ellen. Ugye Osama Bin Laden, Ikertornyok, Pentagon, tudjuk, sok ezer halott, stb. Ö, szándékosan fogalmaztam úgy, hogy jelen tudásunk szerint, de hogy ott megtörténik ez az iszonyat, ez biztos. Az amerikai Egyesült Államok és az akkor regnáló elnöke Bush azonnal másnap, én azt, ha minden így történt, akkor azt kell mondjam joggal, azt mondja, hogy az Egyesült Államokat megtámadták, az Egyesült Államok háborúban áll, és megtörténik ugye az amerikai intervenció, fogalmazunk ilyen szépen, <laughs> Afganisztánban. Azért mondom ezt így, mert szerintem ideológiai síkon ez volt talán az utolsó olyan amerikai támadás, amit végrehajtottak egy másik ország ellen, amely igazolható volt valamilyen szinten. Itt zárójelbe hogy jegyezzem meg, mikor ha nem is ugyanilyen mértékű, de brutalitásában majdhogy nem ugyanilyen terrortámadás éri Izraelt tavaly októberben, és izraeli kormány bejelent, hogy Izrael háborúban áll, és megtámadja a gázai övezetet. Azóta az Egyesült Államok azzal van elfoglalva, hogy megüzenje Netanyahu-nak, hogy ezt ne csinálja. Mert amit szabad Jupiternek, az nem szabad a kisegörnek. Zárójelbe záró. Amikor Szíria és illetve, bocsánat, Irak és Irán háborúzni kezd egymással, az amerikai Egyesült Államok felfegyverzi Saddam hussein Irán ellen, mert Irán a fő ellenség. A háború követően Saddam Hussein ö, elszakadni próbál, az amerikai ölelésből, és most megint tegyük félre, hogy most Saddam Hussein egy kiváló régi nyugati demokrata volt-e, vagy sem, mert nem. De kötélen véges. Amik, és az hát egyesült... Hát addig, amíg Irán ellenviselt háborút, addig, addig az volt. volt. Tehát addig és kifogásra. onnantól kezdve az amerikai Egyesült Államok immáron, nemhogy nem igazolható módon, hanem az azóta kiderült, a legbrutálisabb, a legaljasabb, sötétebb hazugsággal, ami bebírta vonni a NATO szövetségeseit is, ugye mi szerint Saddam Hussein vegyi fegyverekkel rendelkezik, pont annyi vegyi fegyvere volt Saddam Husseinnek, mint neked, meg neked, meg nekem összesen megtámadják Irakot, visszabombázzák a középkorba, emberek tízezrei halnak meg, és azóta is az az ország úgy néz ki, ahogy. És akkor még az Abu Ghraib börtönben elkövetett ügyekről, meg az emberi jogi sértésekről, mint az Egyesült Államok hadserege elkövetett, nem is szóltam egy szó. hozzá Söder és Sirak aktív ö, ellen, ellen véleményével, Pontosan. Tehát azért a német-francia tengely ezt a lehetőleg határozottabban opponálta. Pontosan. Egyedül a derék jó brittek álltak teljes melszégességgel az Egyesült Államok mellé. Pillanat, csak befejezem, mert jön. Harmadik lépésben a legocsmányabb, legundorítóbb, legaljasabb Jugoszlávia megtámadása és bombázása, és több ezer ember meggyilkolása. Annak örvén, hogy ugye a szintén nem hibátlan pedig régi Milosevic rezsim, úgymond az albánokkal, meg mindenki mással szemben mit művelt. Ami egyébként tény, de itt zárójelben megint hagyj jegyezzem meg, milyen alapon is, és mely ideológia nevében merészelte ez a nyugat az Egyesült Államok vezetésével megengedni, hogy a szerbek szívcsakrája, Koszovó csak úgy elszakadjon Szerbiától, csak azért, mert ott Albán többség lett, és népszavazás, és mindenki azonnal elfogadta, és hű de frankó. Mi van? Tehát megtörténik ez. Elképesztő terrorbombázást visz végbe az Egyesült Államok Jugoszláviában. Orbán Viktor első miniszterelnöksége, elárulta a miniszterelnök nekem, már többször beszéltem róla, akkor fölhívta őt Bill Clinton, hogy vonuljunk be csapatokkal. Baszki, hát ezt követeltek. Ide, ide jövök, hogy én meg kint a vele Amerikába, ezt, amikor, ezt amikor az azt kérte a miniszterelnök úr, billy én is, hogy arra kérem, ha már, akkor a vajdaságban ne a bombákat, mert ott is dobálták. dobálták. Persze, persze, hogy dobálták, és azt akarták, hogy mi majd bemegyünk. Hát az, ja. az, az isteni ja, lett. Igen, az Igen, az, egy nagyszerű. Tehát ez volt a harmadik lépcsőfok az, az ocsmányságok elkövetésében. Na most mindezt csak azért érdemes így lépésről lépésre végig gondolni, hogy én ne, egy pillanatig nem fogom kétségbe vonni, hogy Ukrajna megtávadásával Oroszország követte el úgymond az agressziót. Ez így van. Na de az Isten szép szerelmére, ami 14 és 22 között Ukrajnában az ottani orosz kisebbség, illetve a kelet-ukrán részeken az ottani orosz többséggel szemben ez a büdös náci ukrán rezsim elkövetett, az, hát az, az, csak ahhoz hasonlítható, amit mondjuk Usama Bin Ladenék véghez vittek New Yorkban. milyen alapon feltételezték, hogy ezt az oroszok csak úgy tűrni fogják? És hogy ha egyébként Koszovóban a népszavazás tök törvényes és rendben volt, és a szerbek fogják be a pofájukat, akkor például a krími népszavazásra mi volt a probléma? Hm? És akkor ugyanazt a kérdést, kérdés. ezt, ugyanazt a kérdést teszem fel, hogy, vagy, vagy jelentem ki, hogy mégis mi a különbség? Mi a tököm a különbség? Az Egyesült Államok, ahogy te fogalmaztál, legfőbb katonai csapásmérő szerveként üzemelő NATO az elmúlt 30 évben viselt dolgai, és a között, hogy Putyin megtámadta Ukrajnát? Mi a különbség? Szóval az a helyzet, hogy ez a sok minden, ami kavarog és érthetetlen, kicsit érthetőbbé válik, ha mindjárt a NATO csiráihoz visszamegyünk. Tehát ugye Európában véget ér a világháború. Elmegy az a duma, hogy majd az oroszok jönnek, azt mindenkit lenyomnak. Az azonos, Stalin egyből gyön 30 ezer tankkal. 47-ben két ország, Franciaország és a UK, a Anglia, létrehoz egy egyezményt. Na most, ugye tudjuk nagyon jó, hogy a UK az a magánpénz szülőbölcső országa. Tehát én mindig visszavezetem, itt én nem amerikázok, én utálom, ha amerikázunk. Amerika ma az egyes számú kliense, alárendeltje a Nemzetközi Magánpénzbirodomnak. Ilyen értelemben szokok, szoktam én Amerikáról beszélni. Na most a UK-ről nem kell beszélni, az mindig is ez volt, és 47-ben Franciaországban baloldali csapatok voltak. Hát a baloldal, a kommunisták majdnem, hogy ezért. Tehát nagyon jól megértette ez a nemzetközileg, Iskolázott, dresszírozott brigád, hogy mi a teendő. Létrehozták ezt a szerződést, mert a következő évben ez kiergészült ugye a, ezekkel a bereluxokkal, ez volt a NATO előképe, és csak 49-ben jött létre maga a NATO, sehol se volt még a Varsói Szerződés hosszú ideig. A Varsói Szerződés, mint ingerencia a Szovjetuniónak, nem akarom én védeni, Isten őriz, hála, hogy megszabadultak az oroszok is, meg mi is tőlük, mármint ebbe a minőségükbe, de még hosszú idő telik el addig, amíg az ellenlépést megteszi ez a blokk, ugye az akkori kommunista közösség, nevezetesen az váltja ki, hogy a volt háborús főbűn és Németországot, ugye 45-ben vége a háborúban, 55-ben csatlakoztatják a NATO-hoz, na ez az, ami az oroszoknál már túlcsordulást okoz, és akkor zsibzsúfsz mindenkit beraknak a varsói Azért ezt tudni kell, és tudni kell, hogy mitől döglik a légy, tehát a NATO kezdetektől fogva a magánpénzbirodalom építkezése végcélja az, hogy menné nagyobb területet, és ha lehet végcélként Oroszországot is, mint a javak fölötti rendelkezés a legfontosabb ott lenne, valahogy szerezzék meg, és ehhez építkezik. Ők előre gondolkodnak tehát bogár is el szokta mondani és tök igaza van tehát amiben mi kapisgálunk ők már három lépés előbbre vannak valószínűleg amikor létrehozzák ezt a Dönkberg egyezményt, Dönkberg, hát ez is marha jó hát ugye tudjuk, hogy mi történt Dönkbergbe, ugye menekültek az intervenciós hadsereg és hát nem tudom mi a németeket aznap jó lélekszállta vagy mit tudom én nem hajtotta be és nem gyilkolta le ott a több százer katonát, át tudtak menni Angliába. Tehát emlékezven arra, hogy ha aki ellenük megy, hát ugye azt fölidízzük, és egy ilyen szerződés kötünk, nehogy még egyszer előforduljon, de nyilvánvalóan az első perctől kezdve egyfajta építkezés volt Oroszország ellen, az ellen az Oroszország ellen, akit mindig mumusként fölkapnak, ugye? És a mai napig tart, gyerekek, semmi kérdés, semmi kérdés. Érdemes is megnézni aztán, hogy hogyan. Mindig oda kell visszatérnünk tehát, hogy a NATO egyrészt az amerikai birodalom katonai ütőereje csak Európába csomagolja magát, mert jó jön Nemzetközi magánpénz a, amit Amerikai Amerika hát igen, képvisel, amit amerikai birodalom, így van, igen, köszönöm. Tehát ez az egyik összefüggés, a másik pedig az, hogy hogy az európai országok közül, a meg, különösen a meghatározó országok, tehát két esetet tudunk felsorolni, az egyik dögol 68-ban, mikor úgy fogalmaz, hogy Európa az Atlanti óceántól az Urálig tart, és ezzel szimbolikusan Ki is egy darabig Franciaország a katonai, katonai. Van a katonai, lépett. és a nyomatékot is ad, hogy kilép a a katonai Sünnetel szervező, a közvetlen katonai szerveződéséből. A másik, ez a 2003-as eset, hogy az akkori baloldali német kancellár, Söder, illetve a jobboldali, megint csak, hogy a bal és jobboldal, ugye, irreváns ebben mese. az mese. értelemben is, Zsák Sirak, abszolút teljes egyetértésben tiltakozik, méghozzá nagyon határozottan az, az irak, irak megszállásával szemben. Tegyük mindjárt hozzá, 2003-ban vagyunk, még nem vették fel ezeket az országokat, mert az most lesz 20 éve 2004-ben, és azonnal hátba támadják az Európai Uniót, mert a nyolcak levele az a gyurcsány kormány. Jaj, az még, még egy Megyesi, bocsánat. Mengyesi. Késter, hát teljesen mindegy, hogy az pedió. a kurus. Hát, hát Megyesi is ezeknek persze. a kezébe volt. Tehát hát azonnal apró hát, az, az Európai Tartottak. Uniót, ugye a két meghatározó Európai Uniós hatalom, Németország és Franciaország állást foglal egy döntő fontosságú globális hatalmi kérdésben. A felvételre készülődő, addigra gyakorlatilag már minden le lett tárgyalva, hát nyilván 2003-ban, vagy gyakorlatilag még technikailag nem történt meg a felvétel, és ezek az országok egyemberként, ez volt a íres nyolcak levele, egyértelműen és egy állnak ki az amerikai, tehát a globális pénzhatalmi rendszert képviselő amerikai birodalom mellett. Ha ezeket a tényeket egymás mellé tesszük, akkor teljesen érthető az, hogy hogy a destruktivitása, tehát amit ma megtapasztalunk, ez a destruktivitás abból ered, hogy az amerikai látszó globális pénzhatalmi birodalom olyan erők, olyan uralmi struktúrák irányítása alatt áll, akik csak destruktív módon tudják elképzelni a stratégiai érdekek képviseletét, aminek az, az oka az, amiről nagyon sokszor beszéltünk, hogy ilyen még nem volt a történelemben, hogy az adósága, pénz, pénzben kifejezett adósága nagyobb, mint az egész nemzeti vagyonon, vagyis pénzzel elöntötte ugyan a világot is, meg persze az amerikai társadalmat is, csak az a probléma, hogy hiányzik hozzá az anyag. Mert az anyag odaát van, már mint Oroszország, na ott aztán van anyag bőven, és ezért a, ezek a destruktív birodalmi erők értelemszerűen, tehát Történelmi döntés előtt állnak. Az egyik lehetőség az, hogy mennek előre ezen a, ebbe a háború zsákutcába, mert nyilván csak a zsákutcába, tehát a világ teljes megsemmisítéséhez vezethet mindez, akár nukleáris háborúhoz is természetesen. Vagy jön valaki, hogy jöjjön már valaki és csináljon már valamit, tehát ez most csak Donald Trump lehet aki intuitív módon, nem is elsősorban elemzések alapján, hanem intuitív módon jött rá arra, hogy az, az amerikainak látszó globális pénzhatalmi rendszer, birodalma történelmi út elágazáshoz érkezett, ezt nem tudtam egyesíteni. Ki egy tudta mondani, mondani. nem úgy, mint meg. Igyekeztem azért koncentrálni, hogy hogy az, az, egyik lehetőség, hogy tovább háborúzik a, a világ teljes felszámolása és önmaga felszámolásáig, vagy elindul egy olyan hatalmi egyezkedés, ami egészen új szerkezetet ad a világ rendszernek. Ennek a kör, amiben természetesen a nem nyugat is, ugye de West, West tehát amiben él, élén Kínával, meg persze Oroszországgal, meg, meg azzal kb. száz országgal, amely viszonylag aktívan részt vesz ebben, tehát ez az emberiség történetének, egész történetének, de mondjuk a modern nyugat 600 éves történetének legnagyobb projektje, mert a modern nyugat elmúlt 600 éves története arra most éppen összeomlani látszó végzetes tévedésre épült, hogy a modern nyugat képes az idők végezetéig fenntartani egy egyetemes civilizációt, univerzális értékek alapján, ezt azt körből látjuk, hogy felsoroltad a példákat, hogy ezek az univerzális értékek hogy érvényesülnek, vagy hogy jutnak érvényre a birodalmi gondolkodásban. Tehát vagy-vagy tehát vagy a világ teljes összeomlása, vagy egy ma még ismeretlen körvonalú, sok mindent látunk már ebből, elméletileg is, meg a gyakorlatban is sok minden érvényesül, tehát azért nem nulláról kezdődik ez a folyamat, éppen amióta tart a háború, ez kiózanító az egész világ számára, a reszt számára is. Kiózanító lehetne az amerikai birodalak látszó birodalmi elitek számára is, de egyelőre majd az amerikai elnök választás részben választad erre a kérdésre, hogy van-e valami konstruktív stratégiája a birodalom arra, ha van, az abban nyilvánul meg, hogy Donald Trump fényes győzelmet aradt, és nem nagyon akadályozzák abban, hogy kialakítsa a körvonalait egy olyan világhatalmi egyességnek, ami, ami minden eddigitől biztonságosabb talapzatot adhat, mondjuk a jövő évszázadnak. Mondja, Inglén. Ugye a Laci itt említette, hogy tulajdonképpen a primér erőforrásokról van szó. Azok fölötti rendelkezés és itt Oroszország fele nagyon pozitív értelembe eldőlt, de már nem csak Oroszország, több más ország is van ebbe. Tehát a világgazdaság úgy néz ki, hogy a nyugat, ami van rengeteg pénz, csak ennek a pénz, ez már hova tovább, inkább darab papír feszedlik. Olyan, mint a gazdálkodjogos. Így van, van, viszont az, amiből valamit lehet csinálni, meg, meg lehet enni, főzni lehet vele, az meg a másik oldalon is nagy mennyiség Oroszország. A NATO, tehát ez a csapat, amit Laci barátainak hívunk, ugye azok ezt már réges-rég fölismerték, azért építgették ezt a nato azért bővítgették ezt a nátót, és azért, hogy mondjam... Hogy legyen felvonulási Egyrészt persze, másrészt azért vernek bele országokat, nemzeteket, paralel költségekbe, mert ez a NATO nem ingyen van, gyerekek. a NATO nem ingyen van. Erre mindjárt visszatérünk. Térünk is vissza. A De... NATO egy olyan dolog, hogy a világbirodalmi pénzközpont érdekeit mit költségeinkét költség. piszkos úr nagyon védeni kell, sőt, még nyomulnia is kell épp azért, hogy megszerezzék a mi erőfeszítéseinkkel, katonáinkkal, vérünkkel, fegyverünkkel azt a birodalmat, amiből nekik rengeteg hasznuk lesz. Jó, mindjárt megnézzük a számokat, de hagyj foglaljam akkor össze, meg azért föld itt még egy kérdés a fejemben. Tehát, itt a 21. század elejére, Kiderülni látszik, hogy mind a világgazdaság, mind a világkereskedelem, mind a mindkettőhöz alapvetően szükséges nyersanyagforrások azok egyre inkább áttevődnek keletre. Ha úgy jó. tetszik, a, a hidegháború idején létező két nagy tömnek a keleti felére, és a nyugat ezektől megfosztatik ebből következően, ahogy mindketten utaltatok rá, a Nyugat, az Egyesült Államok és a NATO úgy döntött, hogy ezt nem hagyja. A NATO bővítés az gyakorlatilag ma már eljutott oda, hogy körbevették Oroszországot. Törökországtól a Baltikumig, mínusz Ukrajna, még NATO tag, tehát az oroszok azt hiszem joggal érzik magukat. De a nyugodt magukat. része Dél-Korea, Japán, Ausztrália. Joggal érzik magukat beszorított helyzetben. Tehát akkor, akkor jó, akkor ez, a, ez az alapszituáció. Mondjuk a nyugat az Egyesült Államok vezetésével úgy döntött, hogy nem mond le vezető szerepéről a világgazdaságban, a világkereskedelemben és a nyersanyagok feletti uralomban. A világ egyébként nyugathoz képest több, mint kétharmada, meg kezd úgy dönteni, hogy pont szarik rá, hogy az Egyesült Államok vezetésével a nyugat éppen mit szeretne. Értem. Ez egy elég kijelezett konfliktusos helyzet. Mi a... Próbálom modellezni, ha a teljes hülyeségig naívak vagyunk, és fölvázolunk egy olyan lehetséges, nem győzöm hangsúlyozni, ilyen nem lesz, de most csak a gondolkodás kedvéért vázoljunk egy ilyet föl. Hogy ezt a nyugat az atomháború elkerülésével Tételezük, hogy végre tudja hajtani. Tehát magyarul nem fog az egész világ beledögleni, hanem ők majd térdre kényszerítik az oroszokat. Hogy? Tehát hogy kérdezzem meg a kötelező, bevonulunk Moszkvába? Mert ez eleddig nem nagyon jött össze senkinek. És a mindenmentes szójalátét kortyolgató cső buzi nyugatnak nem hiszem, hogy össze fog jönni. Mi a terv? Tehát a könyörgök mondja, hogy, hogy gondolják térdre kényszeríteni az orosz medvét? Hát voltak azért tervek, hogy a tervek olyanok is voltak, hogy ugye gyakorlatilag ezt a szót most ismét előveszem be, egy érdekes szó volt ez a szociban, de talán ide illik, fellazítunk. Tehát gyakorlatilag azért nyomulta a Koroszországban és a nagyvárosokba, a nyugati, most a nyugati szemletet értem, rossz értem. Tehát majd a mindig, mindig, ide. mindig politikai erővé varázsolni, és itt mindig, mindig szépen megbuktak. Mindig megbuktak, mert Még most is... Hát nagyon jó, hát Navalnyia, hát ebben. én nem tudom, mi történt a Navalnyia, de mindig kitalálnak valami profétát, nálunk is mindig találgatják ki -e a profétákat, mert se nincsen, és lesz. akkor oda Magyar nyomjuk profétán. a támogatást, stb. stb. Hát ez az egyetlen lehetőségük. Mert ahogy elmondtad, a fegyveres út nem járható. Eddig se volt járható, mert az orosz Iván mindenkit kisöpörtönnét, franciákat, németeket masírozottak a bánatba haza, a fele. Az atomháború nem megoldás, mert akkor tönkre teszem azt, amit meg akartam szerezni, meg, vissza meg, is magamat, tud, jel meg jel. magamat vissza is tud lőni. Tehát egyes, egyedül csak az lehet, és ez is bukófélbe van. Ma már a nyugati életforma azért nem annyira vonzó mindenhol, mint volt ezelőtt húsz évvel. Hova tovább? Már nyugat egy részében sem annyira vonzó. És mitől is lenne vonzó? Kérlek, Na most azért mondom, hogy itt nagy a baj, ilyenkor szoktak megőrülni. Uh -huh. Ilyenkor szoktak megőrülni, és ettől az Isten mentse meg bennünket, hogy megőrüljenek, és fejjel küldjenek a falnak. Hát ugye sok minden, mert a nato az elég rendesen, ott vagyunk, elég rendesen dobjuk be. Ezután jön a pénzmáriálmény, egy kicsit csak Lacit is meghallgatom, hogy szerinted vagyunk. mi a terv? Hát a, ugyanez? De nyilván a terv, a terv nem úgy, tehát amikor tervről beszélünk, ezt nem úgy kell érteni, hogy egy részleteiben kizol, kidolgozott stratégia és annak a taktikája, hanem amit az Imre mondott, tehát katonailag állandóan provokálom, Rákényszerítek, kipróbálok és rákényszerítek egy olyan háborút, ami óriási terheket, mert teljesen nyilvánvaló persze. óriási terheket, tehát gyengítem, és közben folyam folyamatosan, és közben a meg hatalom ellen valamit hát Persze jelenti. szellemileg romba dönteni azt a szellemi energiát, ami az orosz társadalomban a jelek szerint persze. legalábbis egyelőre, most ezt nem tudjuk a 21. század minden szellemi változását. Tehát a Modellezni. világ azért nem Húsz éve még azt se láttuk, hogy a nyugat biztató jel? Így van, így van, tehát végül is lehet, hogy nagyon hosszú távon bejön az a számítása, hogy szép lassan azért az orosz társadalom is szétzilálódik. Ennek egyelőre semmi jele, és a, a, birodalom azért is adta fel ezt a, tehát két év elteltével azért adta fel, mert láthatólag a fajlagos költségei, amiben neki anyagilag is, meg mindenféle egyéb módon, az, azzal, azzal, hogy vállalnia kellett azt a megaláztatás, hogy a reszt nem csak, hogy nem sorakozott fel egyértelműen a globális pénzhatalmi rendszer mögött, hanem, a, középső újját felmutatva be. Lesorakoztak hát, a legjobb példa, tehát, hogy az, aki az, iskola példa. Abszolút feltételezték azt, hogy arról, azonnal arról beárak... a, kiváló demokrácia. Ahol persze kiváló demokrácia. No, az utolsó öt percben fussunk már neki annak akkor, hogy ez Kinek mennyibe is fáj ez a kis NATO buli? Hát, ugye én kigyűjtöttem itt számokat, mert ilyen, má, ilyen számmániás vagyok, meg pénzösszegmániás. Tehát a, az éves költségvetés a NATO-nak körülbelül 1,3 ezer milliárd. Ez mondjuk azt lehet mondani, hogy egy magyar 1300 milliárd, milliárd, milliárd dol vita. 1300 milliárd dolce ami ugye nagyjából 8 éves magyar, 7-8 éves magyar GDP-nek fel. Tehát ezt elpuffangatjuk azokra, végső soron improduktív, mert akkor lenne produktív, hogy, az, hogy ezt és akkor a hozam erre legalább kéne éves 130 milliárd dollár hozamot besöpörni, hogy a befektető, hát ki a befektető sajnos a nemzeti költségvetések, hogy boldog legyen, ha ez befektetésként. Hát ettől nem boldog, de senki nem boldog. Különböző módokon vannak az országok megterhelve. Itt kigyűjtöttem egy-két dolgot, hogy összegbe is, meg GDP százalékba is. Na mondjad. Kik az? hát egy, tudom én, hát ugye a legnagyobb befizető az egyes vagy nem, 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 nem befizetni kell itt, hanem költségeket kell vállalni. Saját, a saját, szintű ugye. Van, tehát a GDP általában 200, azt mondjuk, a törvény azt mondja ki, hogy a GDP kétszázalékát kell fordítani, sajátra. Úgy van, úgy van, úgy van. Ez például az Egyesült Államok esetében összegbe egy olyan 860 milliárd forint, különböző németeknél például olyan 50-60 milliárdok franciáknál, nálunk egy 5 milliárd, csak hogy világos legyünk, ugye. Na most aztán narha érdekes gyerekek. Hát akik ma fújják a trombitát, meg a harci sípokat, meg mit, azok a, a, a lemaradnak. Nem, lemaradnak. Itt hogy kanadaiak, ő, akkor a, izék, csehek. A, a csehek. Ez mind nagy harcisi futó, akik meg rendesen oda teszik magukat, még a lengyelek, görögök, az amerikaiak mellett, ugye, azok meg jobban inkább görögökről például rossz szót nem hallottunk, hogy aki én úton menni, de valami fiszkos Hát Mert a görögök a törökök ellen. Na, az nagyjából görög török. A... Tehát a, a baráti, Egymás, egymást, baráti egymást, együttműködés bizonyul, hogy költségvetésben. Tehát óriási pénzek mennek, és gondoljátok el, ha azt. Mondjuk Magyarországon ez az 5 milliárd, lemenne négy jelet, csak 1 milliárdból a rendfenntartás meg lehetne dollárba oldani, hogy az mekkora fejlesztés, mekkora többlet befektetés tenne lehetővé civil területen. Elképesztő, elképesztő. Tehát az a móka, amit itt életbe tartanak immár 50 éve, hogy hogyan kéne majd valahol mégis a bedö bedöngölni ebbe a rendszerbe, hogy onné tudjuk rendesen, mibe került ez Európának? beleértve minket is az utóbbi időben. Mm. Jó, a Varsói szerződés is került egy halom pénzbe, bocs, pontosan nem is tudjuk mennyibe. De a, Valószínűleg de az az ennyibe nincs. minimum, ugye? De az már -e nincs. Amma, hála Isten nincs, mert azt mondták, itt Budapesten hozzátesszük, hogy Antal József alatt, magár te pontosan tudod, mikor lett ez fölmondva. Itt azt mondtuk, hogy na akkor ágy ez Bugyesz Varsói szerződésnek vége. Te. És nem szóltak az oroszok se egy szót, hanem nem tudom melyik altábornat szépen tisztelgetett ott a határátör, és elment szépen a izével, a volgával. No, hát, kell És hogyha, ez ehhez most így nagy hirtelen hozzávesszük így zárszóként, hogy itt az elmúlt egy évben hirtelen milyen -e? múlhatatlanul fontossá vált, hogy Finnország és Védország, a két ős, semleges orosz szomszéd belépjen a NATO-ba, akkor ugye innen is látjuk, hogy izgalmasak a kérdések. Miközben finlandizációnak még... nevezték el azt a valamit, amikor dögre keresi magát, Na, mint Ausztriá, egy ország Még egy, egy pici pénz, pénz. Ugye mostanában e fölé. Egy pence Rengeteg nekem az iszonyosok. A amit ugye becsengetünk most, most ki van azt találva, vagy Uk. Tehát az Európai Unióban és a NATO-ban más téma nincs, mint Ukrajna ugye mondtuk, hogy az országok külön-külön itten ezt meg azt meg, most kitalálták azt, hogy esetleg egy külön NATO adót, úgy mondom, nem, nem így van nevezve, kéne bevezetni, és a NATO tagországait kötelezni arra, hogy a GDP-nek mondjuk 0,3-0,5 át évente dobják össze, és minimum egy 100 milliárd dolláros tokkot, vagy eurós tokkot Adjunk össze, hogy Ukrajnán keresztül ők abban a reményben, hogy Oroszországot csak majd valahogy ki tudjuk véreztetni, tegyék meg. Na akkor azért erre már gondolunk. Ezt alig vártuk. Hát És ez már csak ez. És akkor így előrevetítve a jövő hetet, mert. Igen, Ukrajna az egyetlen téma Brüsszelben, de. Nincs téma. Nincs most van még. Témat. egy, van Mi még egy van még. Hát migráns paktum. Bötelezően jó, Ha nem fogadod be, akkor fizetsz. Jövő héten erről az ilyen Hát azért ez az az mindenképpen beszélni. Uraim, köszönöm, hogy itt voltatok, Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várunk önökre, minden jót. Viszont hallásra, viszontlátásra.